Az elmúlt napokban a közösségi médiában számos vendéglátóipari egység fogalmazta meg azt a véleményt, hogy annak ellenére sem fogják kinyitni a belső tereiket, hogy erre most már lehetőségük lenne. Ennek oka pedig az, hogy ezekbe a belső terekbe csak olyan vendégek léphetnek be, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. Volt olyan, aki azt írta, hogy ő nem kíván különbséget tenni vendég és vendég között, és ezzel a véleménnyel a Mi Hazánk mozgalom mélységesen egyetért. Továbbá szerintünk aránytalan és igazságtalan elvárni tőlük, hogy még ezt is ők ellenőrizzék, mert hogyha ezt az ellenőrzést valami oknál fogva nem tudják precízen végrehajtani, hiszen emberhiánnyal is küszködnek a járványhelyzet óta, akkor már az így is nehéz helyzetben lévő szektort büntetnék, hogyha olyat találnának a belső terekben, aki nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal, tehát akár több százezer forintos bírságot helyeznek kilátásba, vagy akár hosszú időre bezárhatják ezt a vendéglátóhelyet. Ebből elég. Ez szerintünk sehová sem vezet. A fő határvonal nem ott húzódik az emberek között, hogy kinek van védettségi igazolványa és kinek nincs, ez egy teljes mértékben hamis törésvonal. Ez az egész védettségi igazolvány csak arra jó, hogy szembefordítsa egymással az embereket. Ismerősöket, barátokat, családtagokat fordítson egymással szembe. És ez teljesen független attól egyébként, hogy ki oltatta be magát és ki nem, vagy ki szerint veszélyes a vírus és ki szerint kevésbé veszélyes, egész egyszerűen a védettségi igazolvány egy rossz válasz. Mert egy olyan más és hamis dimenzióba helyezi az embereket, amely teljesen alkalmas arra, hogy szembefordítsa egymással a társadalom tagjait. A Mi Hazánk mozgalom ezért azt követeli, hogy szüntessék meg a védettségi igazolványokat, és egész egyszerűen ki kell mondani, hogy a fő határvonal nem ott húzódik, hogy ki van beoltva, és ki nincs beoltva, és ezért még egyszer mondom, a Mi Hazánk mozgalom követeli, hogy szüntessék meg ezeket a védettségi igazolványokat.